Sporttal folytatódik a Mozaik, vendégem Sali Zoltán testépítő, szervusz. 9 év munkája, amit rajtad itt az izomzatodon látunk, és 2 éve versenyszerűen foglalkozol a testépítéssel. Ha jól tudom, elég jó eredményeket sikerült elérned. Pontosan mik ezek az eredmények? Hát igen, tavaly 99-ben az első osztály magyar bajnokságon 90 kilóba lettem 3., és az idén már súlycsoportot választottam, plusz 9-ben lettem 4. Az eredmények, itt látjuk, téged igazoltak, hogy érdemes volt versenyszerűen csinálni ezt. 2 évvel ezelőtt miért döntötted el, hogy megpróbálod komolyabb szinten is ezt a sportot? Hát félis 2 évvel ezelőtt egy álmot próbáltam teljesíteni. Egy álomnak egy részét azzal, hogy megpróbáltam ezt a versenyzés irányába egy kicsit még jobban elfordítani az érdeklődésemet. Mióta volt ez az álmod? Vagy? Hát ez már amióta csinálom versenyszerűen 9 éve, illetve azért már előtte is egy kicsit. Hát végig kiskorom volt ez. Egy versenynek a képeit látják a nézők. Mi történt ezen a versenyen? Melyik versenyen? Hát ez egy válogató verseny, az első osztály magyar bajnokságra, ez a másodosztály magyar bajnokság. Most verseny itt lát, az versenyző, azt hiszem 6 vagy 7 voltunk. Innen az első 4 jutott tovább. Hát ez a verseny elejét bemutatkozás. Ahogy elmondtad, ezzel az OB 3., illetve 4. helyet tulajdonképpen már a magyar élmezőnyhöz tartozol, vagy legalábbis nagyon közel vagy hozzá. Általában mit lehet elmondani a magyar testépítésről? Mennyire erős nálunk ez a sport? Hát ez nem népszerű sport, mint így a régi, hát hogy mondjam, a régi kommunista államokban. Ez egy kicsit elmaradt a fejlődésben sajnos. Hát versenyző az elég, nincs olyan sok, elég kevés. Tehát változó, inkább kevesebb, de viszont akik ott vannak az első 3-4-be, 5-be, azok elég jó színvonalat tudnak hozni ahhoz képest, hogy nincs olyan nagy neve még itt az országban. És milyen plusz kellett ahhoz, hogy te is bekerülj ebbe a körbe? Hát ez 9 év kemény edzés, ami beszámít, főleg az utolsó 2 évé. Tehát egy teljes életmódot kell az embernek ma változtatni ahhoz, hogy a legjobb 4-5-be ott legyen, 3-ba. Ha jól gondolom, ezt a sportot nem lehet mellékesen űzni, tehát az egész napos elfoglaltságot jelent. Mit jelent ez, mennyi munkában? Igen, sajnos ez egész napos elfoglaltságot jelent. Ez változ, ez napi legalább egy olyan 2,5-3,5 óra edzés, kemény edzés, minden nap egész évben, hétfőtől szombatig, heti 6 nap, plusz mellette munka, amit még ugyanúgy meg kell csinálni, hogy meglegyen az ember. Azt még nem mondtad el, hogy melyik klubhoz tartozol, illetve hol edzel, hol készülsz? Végül is én Dunaújvárosi klubhoz tartozom. Itt a környékben sajnos nem volt olyan klub, amelyik le lenne igazolva a szövetségbe. Hát végül is Tolnán élek, és ott is járok edzeni. Furcsa lesz lehet a kérdés, milyen anyagi vonzata van ennek a sportnak? Hát anyagilag ez igen csak költséges sport sajnos. Hát ez ahhoz, hogy az ember legjobb 4-be ott legyen, így 3-ba, ez havi, nem tudom értéket mondani, egy olyan 40-60 ezer forintig minimum, ami egy olyan értéket képvisel, hogy az ember csak így ott tud lenni. Tehát ezzel még nem tud konkrétan nyerni, és még nem tud elutazni, tehát külföldi versenyre, nagyobb fellépésekre. Mire megy el ez a pénz? Mi az, ami sokba kerül neked, úgymond? Hát itt Magyarországon elég drágák a táplálkozás, táplálékkiegészítők, vitaminok. Tehát az egésznek, a versenynek, az eredménynek szinte majdnem azt mondhatnám, hogy 40%-a megfelelő táplálkozáson múlik. Ha jól gondolom, akkor jobb anyagi körülmények között, vagy esetleg támogatók segítségével úgy érzed, hogy feljebb tudnál lépni? Hát igen, sajnos ez az egész az ott dől le. Hát támogatókat próbáltunk keresni már többször is. Hát igen, szeretnénk találni, és akkor talán ez följebb tudna menni, mert egy önerőből is megy, de így nehéz, így több idő kell erre. Hol talál meg, aki esetleg segíteni szeret? Hát aki tudna segíteni, úgy érzi, az ő is a Tolnán, ki van 2 edzőterem, bármelyikben meg tud találni, el tud érni, akik ott vannak fönn, mert ismernek. Jó. Reméljük, hogy ez is összejön. Majd a közeli jövőre milyen terveid vannak? Hol lesz legközelebb verseny? Hát konkrét versenykiírás még nem született még az idén, de én szeretnék jövőre is ott lenni a magyar bajnokságon, tehát felkészülni, hogyha összejön. Hát én szeretnék minél jobb eredményt elérni. Az idő engem igazol, idáig egyre jobb lesz, hát meglátjuk. Sok sikert kívánok, és a újabb sikeres versenyek után úgy gondolom, hogy találkozunk itt majd. Köszönöm szépen, hogy köszönöm.